Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A külföldön tartózkodó választópolgárok választó jogának a gyakorolhatósága az egy régi és visszatérő problémája a magyar alkotmány jognak. Lényegében 10 évente igen éles jogi és politikai kérdéseket vetett fel, ami részben mutatja azt, hogy a választási eljárási törvény elfogadásával összefüggő viták nem előzmény nélküliek, részben pedig hozzájárulhat a múltbeli vitáknak a rövid áttekintése ahhoz, hogy a jelen alkotmányossági problémáit megérthessük. A külföldön tartózkodó választópolgárok választójogának gyakorolhatósága az alkotmánybíróság működésének megkezdése után néhány héten belül felmerült már. Az egyik legelső alkotmánybírósági határozat semmisítette meg az 1989-es választójogi törvénynek azt a rendelkezését, amelyik a választójog gyakorolhatóságát ahhoz kötötte, hogy az érintettnek a szavazás napján Magyarországon kell tartózkodnia. Az Alkotmánybíróság akkor egyértelművé tette, hogy az akkori technikai és logisztikai lehetőségek mellett ez a teljes kizárása a választójogból a választás napján külföldön tartózkodóknak a választójog aránytalan korlátozásának minősül. Talán azért, mert már csak néhány hét volt az első szabadon választott parlament választásáig, az alkotmányozó hatalom a választásnak a lebonyolítását nem kívánván veszélyeztetni, felülalkotmányozta ezt az alkotmánybírósági döntést, és az alkotmánynak a részévé tette ezt a korlátozást, miszerint a szavazás napján külföldön tartózkodók nem gyakorolhatják a választójogukat. Ez 12 évig ez a jogi helyzet így is maradt, az alkotmány részévé vált korlátozást az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatta felül. A 2002-es Európai Uniós csatlakozással összefüggő alkotmány módosításnak a keretében ugyanakkor ezt a korlátozást 2004 május 1-i hatályon kívül helyezte az alkotmányozó az alkotmányból. Igazából erre az akkori politikai konszenzus csak annyiban terjedt ki 2002. decemberében, hogy egyik jelentős parlamenti erő sem vállalta fel azt, hogy nyíltan ellenezze ezt az alkotmánymódosítást. Nagyon mély meggyőződés emellett nem volt. Igazából az, hogy ez az alkotmánymódosítás akkor át tudott menni az igazságügyi tárca akkori vezetőinek köszönhető, akik legendás erőszakosságukkal átpasszírozták ezt egy olyan politikai helyzetben, amikor az alkotmány módosításnak a lehetősége megnyílt. Későbbiekben 2003-ban a részletszabályoknak a kidolgozása során ez kissé visszaütött, mert amikor a részletes szabályokat kellett kidolgozni, akkor az derült ki, hogy ebben a minimális politikai konszenzus, illetve az azt
megalapozó bizalom nincsen meg, az az eredeti javaslat az akkori választójogi, anyagi jogi szabályok keretei között mind a külképviseleti, mind pedig a levélben történő szavazást megengedte volna. Emögé kétharmados konszenzus akkor nem lehetett építeni, és egy ilyen enyhe paranoid hangulatban, amit aztán utána egyébként 13-ban ellenkező előjellel viszont láthattunk, egy egészen abszurd eljárási szabályrendszert iktatott az országgyűlés törvénybe, ami szerint a szavazás napján külföldön tartózkodók külképviseleten adhatják le a szavazatukat, ahol választott tagokkal és párdelegáltakkal működő választási bizottság gyűjti be a szavazatokat. A röviddel az elfogadott szabályozásnak az élesbe való kipróbálása előtt a bulvár sajtó robbantott azzal, hogy itt választott választási bizottsági tagokat rohadt sok pénzért és közpénzből utaztat az államkülképviseletekre, és ennek hatására a pártoknak a közjogászaitól a politikai vezetés felé tolódott el a szabályozással való foglalkozás, akik a bulvár sajtónak a nyomása alatt, és ezt most nem feltétlenül negatív felhanggal mondom, egy olyan szabályozásba egyeztek meg, ami szerint csak a köztisztviselőkből működő választási irodák működnek a külképviseleteken, és a pártok a saját költségükű megfigyelőket küldhetnek a külképviseletekre. Ez a rendszer azt kell, hogy mondjam, hogy különösebb botrányok és különösebb választó polgári érdeklődés nélkül működött. Néhány ezer szavazatnak a leadása megtörtént minden országos vagy európai szintű választáson a külképviseleteken, és nyugvó pontra látszott jutni ez a vita. Azzal együtt is, hogy a levélben történő szavazás és egyes esetekben az elektronikus szavazásnak a lehetősége a választási szakértők szakmai megnyilvánulásában elő-elő fordul, de ez politikai döntéshozói szintre nem került el. Ehhez képes jutottunk el az új alaptörvény elfogadásáig és az új választási eljárási törvény elfogadásáig, ami azzal, hogy a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választóknak is biztosította a parlamenti választásokon a választóinak a gyakorlását, egy új anyagi jogi helyzetet teremtett, azzal pedig, hogy a kormányzó koalíciónak kétharmados többsége volt, lehetősége nyílt arra, hogy ő egy oldalon újra gondolja a külföldön leadott szavazatoknak a lehetőségeit. Nyilván az adott egy jelentős bukét ennek a kérdés felnyitásnak, hogy a lakóhely nélküli egyszerűsített honosítás jelentős
félelmeket gerjesztett azzal kapcsolatban, hogy Magyarországhoz effektíven nem, vagy csak lazán kötődő választó polgárok érdemben tudják befolyásolni a magyarországi szavazás eredményét. Az új VE egy szerintem nagyon támogatható módon eredetileg elég radikálisan kiterjesztette a külföldön leadható szavazatok eljárási lehetőségeit. A külképviseleteken történő voksolás mellett mindenki számára, aki a szavazás napján nem tartózkodik Magyarországon, megnyitotta a levélben történő szavazásnak a lehetőségét. Ugyan ez abból a szempontból is generált vitákat, hogy a levélben történő szavazásnál a választási eljárási garanciákat megfelelően lehet érvényesíteni. Ez a vita azonban engem sok szempontból a 2003-as 4-es vitákra emlékeztetett, amikor ugyancsak olyan félelmek vetődtek fel akkor ellenzéki politikusok részéről, hogy a választási bizottság nélküli külképviseleti szavazás választás visszaélésekre ad lehetőséget. Kétségtelen, mind a választási irodákkal működő külképviseleti szavazás, mind pedig a levélben történő szavazás eredményezhet olyan helyzetet, amikor a választópolgár külső befolyástól mentes voksolása nem biztosítható. Azt is látni kell azonban, hogy ez valamennyi külföldön történő szavazásnál problémaként felvetődhet. Azt kell mérlegelni itt alapjogi szempontból, hogy mit tekintünk fontosabbnak, a még elviselhető szintű eljárási garanciák melletti minél nagyobb választási részvételt, vagy pedig az olyannyira rigorózus eljárási szabályokat, amelyek aztán utána arra vezethetnek, hogy ember nincsen, aki élhetne a választójoggal, mint alapvető joggal. Azt gondolom, hogy a civilizált nemzetek közössége jellemzően levélben történő szavazást alkalmazza, ezzel összefüggésben nemzetközi összehasonlításban sem vetődtek fel a választás eredményét érdemben befolyásoló visszaélési lehetőségek. Én a magam részéről nem látok arra okot, hogy Magyarország ettől a formálódó európai konszenzustól, amely levélben történő szavazás biztosítja, ettől eltérjen. A regisztrációra vonatkozó elképzelés elbukása után azonban változtatott a parlament. A levélben történő szavazásnak a lehetőségét igazán indokolás nélkül a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó polgárokra szűkítette le. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy adott esetben egy külföldön élő magyar állampolgársággal rendelkező házaspár egyik tagja vagy másik tagja attól függően adhatja le levélben a szavazatát, hogy a magyarországi lakóhelyét megszüntette, amelyre egyébként csak akkor köteles, hogyha a visszatérés
szándéka nélkül hagyná el Magyarországot. Az világos, hogy ez a szabályozás megkülönböztetést tartalmaz, hiszen eltérő szabályozást ad különböző választói csoportokra. Ennek az alkotmányosságának a megítéléséhez az első kérdés, amit tisztázni kell, hogy kitekinthető homogén csoportba tartozó jogalanynak, mert hiszen csak a homogén összehasonlítható helyzetben levő személyek alkotta csoporton belül tilos az alaptörvény alapján a megkülönböztetés. Homogén csoportnak itt a meghatározása azt gondolom, hogy azon kell, hogy alapuljon, hogy itt létező anyagi-jogi jogosultságnak gyakorlásáról van szó. Az, hogy ennek az alanyi-jogi jogosultságnak mi a terjedelme, vagyis hogy a parlamenti választásokon egyéni választókerületi jelöltre is lehet-e az adott választópolgárnak szavazni, vagy csak pártlistára, az a homogén csoport képzése szempontjából indiferens szempont, mert akárhány szavazatot is adhat le a vegyes rendszerben a választó polgár, az a szavazat leadásának és a Magyarországra történő eljuttatásának az eljárási kérdéseit igazából nem érinti. Azt könnyebben vitathatónak tartom, hogy a teljes választó polgári közösséget kell a homogén csoportnak minősíteni, vagy csak a szavazás napján külföldön tartózkodó választókat, hiszen adott esetben azzal is lehet érvelni, hogy aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, az ő voksának a leadására is alkalmas lehet a levélben történő szavazás. Részben a jogtörténeti érvek alapján, részben pedig arra tekintettel, hogy a szavazás napján Magyarországon tartózkodó választóknak bármelyik szavazókörben lehetősége van immár hagyományosan a voksának a leadására. Én azt gondolom, hogy a levélben történő szavazásra okot adó körülmények, vagyis hogy belföldi szavazókörben nem tudja leadni az érintett választó a szavazatát. Ez azt támasztja alá, hogy itt homogén csoportnak a szavazás napján külföldön tartózkodókat kell tekinteni. A alkotmányossági vizsgálatnak a következő lépése az, hogy hogy milyen teszt szerint kell megítélni ezt a megkülönböztetést. Alapvető jogról, választójogról lévén szó, ezt az alaptörvény hatályba lépése után is fenntartott alkotmány bírósági gyakorlat alapján szükségességi arányossági teszt alapján kell megítélni. A következő lépése az a vizsgálatnak, hogy ez a megkülönböztetés ez min alapul. A közvetlen megkülönböztetés szempontjából a magyarországi lakóhelynek a létén, illetve nem létén azt javaslom azonban, hogy a közvetett megkülönböztetésre is legyünk figyelemmel az alkotmányossági problémát tekintése során. A közvetett megkülönböztetésnek azt tekintjük,
amikor látszólag semleges szempont alapján, de ténylegesen hatását illetően egy jól meghatározható más tulajdonság alapján különböztet meg a jogalkotó. Ehhez pedig a két lebonyolított választás eredményeinek az áttekintését is javaslom. Hát ez nem én vagyok. Az országgyűlési képviselők választásán, ahol ugye a külképviseleti szavazatoknak a megosztását nem tudjuk a belföldiektől elkülöníteni, mert ezeknek a megszámolása a kijelölt belföldi szavazó körökben történik, az látszik, hogy brutális az eltérés a belföldi és külképviseleti és a levélben történő szavazásnak az eredménye között. Lényegében a kormányzó pártszövetségen kívül alig szerzett más párt levélben történő voksolásnál szavazatot. Az európai parlamenti választáson a külképviseleti szavazatok és a belföldi szavazatoknak a megoszlását össze tudjuk vetni, mert hogy ezt külképviseleti szavazatokat külön számolta a Nemzeti Választási Iroda, amiből az látszik, hogy az ellenzéki pártok és ezen belül is a modernizációs karakterrel rendelkező ellenzéki pártok esetében a külképviseleti szavazáson elért eredmény lényegesen jobb volt, mint a belföldi szavazás eredménye. Ehhez hasonló nagyságrendű eltérést a többi pártnál nem lehet tapasztalni, bár azért ott is jelentősek az eltérések. Nem állítom azt, hogy ez az alacsony eset számára is tekintettel feltétlenül konklúzív következtetések levonására adna alkalmat. Az azonban egyértelműen látszik, hogy a levélben történő szavazás hatását tekintve egy meghatározott a politikai meggyőződést vallóknak a preferálására vezetett, míg az EP választási külképviseleti szavazás ettől eltérő a politikai erőket preferált. Ez az eltérés, ez arra alapot ad, hogy a közvetett megkülönböztetést politikai meggyőződés szerinti közvetett megkülönböztetésként is vizsgáljuk az alkotmányossági probléma elemzése során. Azaz állításom, hogy ez az elfogadott a levélben történő szavazást a magyarországi lakóhely a nélküliekre leszűkítő VS szabályozás, ez a szavazás napján külföldön tartózkodó állampolgárok között politikai meggyőződésük alapján tesz különbséget. Minden olyan a választójogon belüli megkülönböztetés vagy eltérő bánásmód, amely akár közvetlenül,
akár közvetetten politikai preferenciát érvényesít, anélkül, hogy, hogy arra kényszerítő alkotmányos indok lenne, az álláspontom szerint minden további vizsgálat nélkül sérti az alaptörvény 15. cikk második bekezdését. A tekintettel arra, hogy ezt a megkülönböztetést a jogalkotó semmivel nem indokolta meg, azt találgatni a legitim megkülönböztetést alátámasztó érveket illetően én nem szeretnék. Az világos azonban, hogy a külképviseleti szavazás a levélben történő szavazáshoz képest érdemi terhet jelent az érintett választó polgároknak tekintettel arra, hogy a külképviseleti szavazatot 97 külképviseleten lehet leadni, a levélben pedig bárhol a világban a voksolás biztosítható. A szabályozás alkotmányosságát több eljárásban vitatták a magyar alkotmány bíróság előtt. ABTV 26. szakasz második bekezdése szerinti közvetlenül jogszabály ellen irányuló alkotmány jogi panasszal ezt a testület már a választási kampány megkezdése előtt, sőt még a választások kitűzése előtt befogadta, azonban arról nem határozott. Volt olyan választó polgár, aki a választási eljárási törvénynek a gyorsított alkotmány jogi panasz eljárásával élve a ABTV 26. szakasz első bekezdése szerint támadta meg ezt a megkülönböztetést, azonban ezt az indítványt az Alkotmánybíróság arra hivatkozva nem fogadta be, hogy álláspontja szerint ezt a megkülönböztetésre okot adó jogszabályt nem alkalmazták a konkrét esetben, amikor egyébként az érintett választópolgár kérte a évjegyzékbevételét és a levélben történő szavazók évjegyzékbe történő felvételét, hogy a testület szerint ennek ellenére nem került sor ennek a támadott a rendelkezésnek az alkalmazására. Ezt én alapvetően annak tudom be, hogy nem sokkal a szavazásnak a lebonyolítása előtt sem azt nem kívánta a testület felvállalni, hogy a folyamatban levő választási eljárásba belenyúljon, sem pedig azt, hogy egy érdemi elutasítással lezárja ezt a kérdést. Az pedig, bár jogilag opció lett volna, de ténylegesen alig járható úgy, hogy profutóval semmisít meg, mert azzal a folyamban levő választási eljárásnak a legitimitását kérdőjelezte volna meg. Ami előttünk áll, az ennek megfelelően közvetlenül jogszabály ellen irányuló alkotmány jogi panasznak az elbírálása, erre ABTV szerinti határidők alapján még bőven akkor kell, hogy sor kerüljön, ami előtt a következő országos választás Magyarországon megtörténik. Azonban ettől függetlenül Strasbourgban is van panasz, amelyik ezt a
szabályozást támadja a első kiegészítő jegyzőkönyv harmadik cikkével összefüggő megkülönböztetésre tekintettel, azt gondolom mindenkinek megnyugtatóbb lenne, hogyha nem egy nemzetközi emberjogi fórumnak kellene egy a állami szuverenitáshoz, illetve demokratikus hatalomgyakorláshoz ennyire szorosan kötődő kérdésben állást foglalnia. Köszönöm szépen!